és egyéb meggyőződése miatt egyszerűen felmondanak neki, mert ehhez a jogszabály megteremti a megfelelő lehetőségeket. Könyveket lehet le megtölteni azokkal a közszolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése miatt indított munkaügyi perekkel, ahol végül is a dolgozónak adott igazat a bíróság az önkényes, valótlan okkal történő felmondás esetében. Az általános indokolás szerint a javaslat egyik célja a jogviszony megszüntetés feltételeinek rugalmassá és takarékossá tétele, másfelől a felkészítő munkaerő megnyeréséhez szükséges eszközök biztosítása. Azzal, hogy a megszüntetés kapcsán alkotmánysértő módon próbálnak takarékoskodni, nem igazán nyerhető meg felkészült munkaerő, így az általános indokolás a törvényszövegezéssel valami kevés összefüggést mutat. A részletes indoklás is igen szűkszavúan foglalkozik a problémával, a négy szakasznak összevontam mindössze három sornyi magyarázatot szentel. E megszüntetési szabály bevezetése önkényes munkáltatói döntésekre ad lehetőséget, amely az alkotmányba, a munkatörvénykönyvébe és a köztisztviselői törvénybe ütközik. Összevetve ezen szöveget a preambulummal, azt elvárni, hogy a központi közigazgatás demokratikusan működjön és a közjót szolgálja, de dolgozójának védelme teljes mértékben hiányzik, igencsak irreális. E megoldás annál is inkább meglepő, mivel a tervezetben a későbbiekben azt olvashatjuk, hogy szolgálati jogviszonnyal összefüggő vitás kérdések esetén érdekegyeztető fórum működik. Amennyiben van egy olyan fórum, amely felső szinten védi a dolgozói érdekeket, elképzelhetetlen, hogy az alapvető munkajogi védelmet a törvény ne teremtse meg. A vegyes rendelkezések között került szabályozásra, hogy a jogellenesen eltávolított munkavállalókat a munkatörvénykönyvében foglaltakhoz képest is csak korlátozással lehet visszavenni. Ez a szabály pontosan arról szól, amit a törvény ki akarna zárni. Mivel ha politikai okból valakit jogellenesen bocsátanak el, akkor a munkatörvénykönyve szabályaival ellentétben csak az itt meghatározott okok fennállása esetén kell visszavenni munkakörébe, tehát ha azt szeretné a vezetőség elérni, hogy ne is lehessen, akkor jóformán a visszavételét kizárhatja. A munkavállalók védelme ezzel teljesen megszűnne, a javaslat a munkáltatói önkény időszakát hozza el a közszférában, a kormánypárt ezzel kívánja megteremteni a jogalapot a nem megbízható emberek eltakarítására. Ez maga a kegyencrendszer manifestációja. Meg kell említeni a költségtakarékosság preambulumban kimondott elvével szemben a jogszabályban deklarált azon pénzszórási lehetőséget, amely a főtanácsadói, tanácsadói munkakörök változatlanul a jövőre nézve is létező létesítését takar. Az ilyen pozíciókban lévő emberek fizetése egyenlő egy főosztályvezetőjével vagy főosztályvezető helyettesével, tekintet nélkül arra, hogy hány éves közigazgatási szakmai gyakorlata van. Ezen állások tipikusan a kormánytagok ismerősi, baráti körének pénzhez jutását célozzák, akár csak névleges munkavégzés mellett. Azon túl, hogy a kiválasztás is önkényesen egy emberen múlik, ezek az állások bérfeszültséget keletkeztethetnek olyan szakmailag felkészült, rátermett, több évtizedet ledolgozó köztisztviselőkkel szemben, akiknek a fő elvük tényleg a pártsemlegesség. Ehhez képest pártkatonák pénzhez juttatását és a költségnövelést célozza ismételten a törvényjavaslat. A megoldás még inkább tetten érhető a miniszterelnök tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatellátására alkalmazott politikai főtanácsadók, tanácsadók esetében. Mivel ezek az állások az eszemélyeket alkalmazó vezetőkhöz tapadnak, a vezetők megbízatásának megszűnése esetén természetesen megszűnnek. Azonban nem csak úgy a törvény erejénél fogva, hanem végkielégítéssel. Amennyiben a munkakörök valóban pusztán politikai alapon álló megbízatások, szakítani kell azzal a hagyománnyal, hogy a személyek közigazgatási struktúrába kerüljenek beépítésre. Túl kellene végre lépni azon, hogy a korrupció melegágyát jelentő baráti társaságok közigazgatásba történő bebetonozása legyen egy miniszter fő célja, a valódi, értékes, szakmai munkavégzés helyett.
Végezetül a Jobbik frakciójának jogi álláspontja szerint a törvény hatályba lépésének időpontjával is alapvető gondok adódnak. A javaslat szerint a törvény kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, mindenféle érdemi átmeneti rendelkezések nélkül. A javaslatban szereplő átmeneti rendelkezések deklarálják, hogy a törvény hatályba lépésével a jogviszonyok átalakulnak, és erről az érintetteket tájékoztatni kell. Ugyanez a helyzet a felmondások esetében is, a hatályba lépést követően közölt felmondásra már az új jogszabályok alkalmazandóak. És mindenre a jogalkalmazóknak, személyzeti vezetőknek mindössze 3 napjuk lesz. Az Alkotmánybíróság számos esetben kimondta, hogy a jogalkotási törvény 12. szakaszának 3. bekezdése értelmében a jogszabály hatályba lépésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy kellő idő maradjon a jogszabály alkalmazására való felkészülésre. A hatályba lépésre nyitva álló csupán 3 napos időszak felveti annak az alkotmányos elvnek a sérelmét, amely szerint a jogszabály hatályba lépését megelőzően kellő időt kell hagyni a jogszabály alkalmazására történő felkészüléshez. Az Alkotmánybíróság működése során több jogszabályt semmisített már meg, amiatt, hogy a kellő felkészülési idő elmaradt. Javaslom a tisztelt erőterjesztőknek az Alkotmánybíróság vonatkozó gyakorlatának áttanulmányozását, miszerint mit jelent a kellő felkészülési idő és ennek elmaradása a jogszabályok hatályosulására nézve. A fentiek alapján, bár a törvényjavaslatban nevesített célokkal egyetértünk, az egyetértés a célok szintjén meg is áll. A javaslat jelen formájában pongyol a szakmai megfogalmazása és az alapvető jogi aggályok miatt a Jobbik frakciója nem tudja támogatni. Köszönöm szépen! Köszönöm, Staudt Gábor képviselő úr.